A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, köszöntöm Mics Gergelyt, aki most nem, mint a Kodolány János Egyetem Művészeti Tanszékének tanszékvezető művésztanára, nem az Artisius díjas zenész, a Magyar Érdemlen Lovak keresztjével kitüntetett zenész, a művészeti tanszék alapítója, hanem egy újabb lépcső a pályafutásodban és az életedben a Kodolányi János Egyetem vezérigazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Üdvözöllek én is nézőket. Mielőtt a változásokról beszélünk, én azt hiszem, hogy íve van a pályádnak, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az oktatásban eltöltött negyed század az nagyon sokat számított, hiszen ha megnézzük a Vasutas Zeneiskolától, az OSK stúdión át, a Lausmann megalapításától, aztán a Kodolányi János Egyetem művészeti tanszék vezetésétől, tagozatvezető tanárként nagyon sok impulzus ért az elmúlt időszakban, és akkor most ugye jött hír erről is. Arról nem beszélve, hogy az Alba Regia Jazz Fesztivál is egy nagyon fontos pillanat az életedben, United nem különben, hiszen Péli Barna és Romhányi Áronnak köszönhetően nagyon sok olyan rendezvényen részt vettünk, most azonban változás történt. Én azt gondolom, hogy minden egyetem életében nagyon fontos pillanat, amikor tovább lép, mert a továbblépésre szükség van, és ugye megtapasztaltuk, hogy a jazz tanszék működött, ugyanak Orosháza és Budapest nem különben, csak most új tulajdonos és más elvek mentén kezdtek a munkába. De mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit menjünk vissza a múltba, ugye az alap mindenképpen az volt, hogy zenészként képzelted el a pályafutásodat, és ilyen értelemben nagyon sokat köszönhetsz azoknak, akik még most is itt vannak velünk. Tehát gondolok itt édesapádra, gondolok itt Vörös Tamira, és viszont azt is látjuk, hogy jószerűen minden lehetőséget kihasználtál a fejlődésre, és utána pedig a tanításban is jeleskedtél. Igen, tulajdonképpen nem tudom, hogy hova csatlakozzak rá, mert annyi dolgot mondtál, amivel kapcsolatban lenne észrevételem, de hogy igen, a zenészség az egy születési rendellenesség. Tehát az, hogy én egyébként egyéb feladatokat is ellátok életemben, az nem váltja fel, vagy nem helyettesíti azt, hogy én zenész vagyok. Az, én azt gondolom, hogy egy eleve elrendeltetett dolog, amit hozok otthonról, ahogy mondtad, édesapámnak köszönhetően, a Vörös Tamásnak köszönhetően, hogy olyan zenéket hallgattunk az öcsémmel akkor a gyerekkorunk óta, ami egy szűk úton terelgetett minket, és volt olyan szerencsénk, meg volt hozzá szorgalmunk, meg talán egy kis tehetségünk, hogy ki is azt aknáztunk minden lehetőséget. De a zenészlét mellett valószínű, hogy ez egyébként a korábbi élsportolói életemben adódik, és nagyon sokáig párhuzamosan ment a zene és a sport az életemben, hogy az összes energiám le legyen kötve, én mindig csináltam valamit felnőtt koromtól is, tehát vagy volt vállalkozásom, amit építettem és vittem, ez a mai napig is így van. Tehát én az üzleti életben is próbálkoztam érvényesülni, úgyhogy ilyen módon, ez nem volt előtérbe, de ilyen módon ez számomra, vagy az én életemben nem feltétlenül egy újdonság. Mindenképpen egy nagyon-nagyon felelősségteljes és sok munkával járó feladatkör, de ugyanúgy a kreativitásra, az sok energiára, kapcsolatrendszerre, jó ötletekre szükség van, úgyhogy én bízom benne, hogy fogom tudni ezeket kamatoztatni. Tehát ideje korán megtanultad és hasznosítottad is azt a menedzser szemléletet, ami elengedhetetlen, azt hiszem a mában. A közelmúltban is így volt ez már, a mában, és a jövőben pedig még inkább. Abszolút. Nagyon fontos a globális látásmód, azt gondolom minden területen manapság, illetve amiben én hiszek. Ezt talán pont nálad mondtam tavaly, hogyha jól emlékszem, hogy én szeretek ügyeket szolgálni, és a Kodolányi ügy is olyan ügy, amit én mióta itt vagyok, 2006 óta szolgálom, és nagyon-nagyon hiszek benne a modern zenei tanszékben is, meg az egész intézményben, és az intézmény és a város kapcsolatában. És ilyen módon az ügy maga van fókuszban,
és amit fontosnak tartottam mindig, és tartok most is, hogy csapatjátékos voltam, vagyok és leszek. Tehát nem hiszek abban, hogy egy személyes minden tudóként bárki tud érvényesülni, főleg a mai világban, hanem szerencsére van egy olyan csapat a Kodolányin, akik a különböző területeknek nagyon értői, és elhivatottak ők is ebben a dologban, úgyhogy velük együtt építjük. Az az alapkoncepció, hogy ugye a jazz oktatási programról kérdezlek, az bevált, amikor nekiálltatok, hiszen neked már volt tapasztalatod, és kiderült, hogy igenis szükség van a modern jazz tanszakra olyan értelemben, hogy nyilván a klasszikus zenét és a jazz az egy kicsit különbözik ebben az értelemben, de azért fontos. Nagyon is bevált, de ezt is nagyon jókor kérdezed, mert azt gondolom, hogy most megint egy változás van. Ugye 2007-ben indult az első évfolyamunk, és eltelt azóta most már 15-16 év, sok száz diák diplomázott nálunk. És azt tapasztaljuk, egyébként a Tamással beszélgetve egész alapfoktól, középfoktól, hogy megváltozott a fiataloknak az érdeklődése. Az a fajta, illetve elmélyülés iránti elköteleződése. Az a fajta dolog, amit mi csinálunk és mi oktatunk, az napi szintű hangszerrel való foglalkozást és legalább 3-4 órás hangszerrel való foglalkozást igényel. Most már, aki zenével szeretne foglalkozni, ő globálisan szeretné ezt tenni, szeretne szöveget írni, szeretne saját dalt szerezni, és lehetőleg számítógép előtt, tehát nem akar ő hangszeren nagyon-nagyon sok időt eltölteni, annyit megtanul, amennyit nagyon muszáj, de egyébként különböző zeneszerkesztő programokkal viszonylag jó minőségben elő tud állítani zenét, arról nem is beszélve, hogy most már a mesterséges intelligencia olyan minőségű szöveget tud előállítani, amivel még majd lesz a későbbiekben. Azt nem mondom, hogy probléma, de tennivaló biztos. Tehát ennek az új igénynek kell ahhoz megfelelnünk, hogy a fiataloknak az érdeklődését ki tudjuk szolgálni, úgyhogy biztos, hogy ezen a területen is változások lesznek a következő. Igen, valami hasonlót beszélgettünk Horváth Janóval, aki azt mondta, hogy ez a hangszintérben is tetten érhető. Abszolút. Tehát egészen fiatalon. Igen. Bizonyos értelemben nyilván ez a jövő útja, de ennek ellenére én azt mondom, hogy az a fajta oktatás, amit ti képviseltek, az mindennél fontosabb. Hiszek ebben én is nagyon, igen. No, tehát a modern zenei tanszék ugye beágyazódott Székesfehérvár kulturális életében, zenei életébe, és nyilván, hogy a folyamatos fejlődés záloga nem lehet más, mint hogy lépni kell. Hogy képzelitek el a jövőt ebben az értelemben? Már modern zenei tanszék. A modern területen. Zenei tanszék, igen. Nagyon szeretnénk minél több nemzetközi kapcsolatot kialakítani, és továbbra is a diákjainkat arra buzdítjuk, hogy az Erasmus programok segítségével lássanak világot, töltsenek el egy vagy akár több szemesztert más külföldi országban, egyetemeken, hiszen a zene az egy olyan kulturális érték, ami nem nyelvhez kötött, és abszolút összefuzionálhat, összefonódhat, egyik átvehet a másiktól, tehát egy olyan kommunikációs eszköz és kapcsolatteremtési eszköz, amit bátorítunk mindenkit, hogy használja ki ennek. Hogy lehet a klasszikus jazzt ötvözni a mai modern stílusokkal? Itt az oktatás szempontjából is kérdezem, hiszen nyilvánvaló, hogy azért már megtapasztalhattuk, ahogy az imént is mondtad, hogy azok a fiatalok, akik most kezdik, egészen más elképzelésekkel indulnak. Igen. Azt is szoktam mondani, és bátik hiszek benne, hogy ez is egy szakma, aminek megvannak a különböző szabályrendszerei, megvan a harmónia világa, megvannak a hangok, ritmika, stb., amit meg lehet tanulni. Vannak különböző stílusirányzatok, amikre ugyanez jellemző, tehát meg lehet tanulni. Latint játszani, swinget játszani, bebopot játszani, nagyon sok stílust meg lehet tanulni játszani, és miután valaki elsajátította ezeknek a nagy halmazát, és mivel a jazznek a legfontosabb jellemzője az improvizáció, ezért a saját tehetségére, kreativitására van bízva, hogy honnan csipeget, és mit mivel tud ötvözni, úgyhogy ez érdekes legyen számára, de elsősorban a hallgatóközönség számára. Ezt, hogyha órákra lebontva kérdezed, akkor nálunk tanulnak külön a diákok hangszerelést, tanulnak külön improvizációt, van nagy zenekari gyakorlat, vannak ritmus gyakorlatok, tehát hogy egészen apró szövetekig lebontva megtanulják a zenének a különböző alkotó elemeit stílusonként elkülönítve. Tehát minden eszközt megkapnak ahhoz, hogy utána ezeket ötvözni tudják. Most viszont, tehát akkor térjünk át a Kodolányira, a nagy egészre, hiszen egy fontos változás történt, új tulajdonos, és nyilván megerősítetett az, hogy a Budapesten és Cegléden is elindul egy olyan folyamat, ami megfelel a 21. századnak. A
hogy megkeresés volt nyilvánvaló, és azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcső az életedben, a szakmai életedben, és most itt nem a zenére gondolok természetesen. Hogy fogadtad a felkérést? Ennek is volt előzménye. Én az egyetemen, Kondolányi Egyetemen körülbelül 4-5 évvel ezelőtt kaptam már egy projekt vezetői feladatot, ahol különböző az egyetem életét segítő projekteket vittem végig, és aztán utána a komplett marketing osztályt alakítottam át 2,5 évvel ezelőtt. Felépítettem egy új csapatot, és az ő sikerük az, vagy az ő munkájuknak a sikere az gyakorlatilag, hogy soha nem látott mértékben sikerült az idei felvételi létszámokat emelnünk. És aztán az előző tulajdonosunk pedig meghatározott időre állt be az egyetem mögé, és mivel ennek az időpontja tavasszal lejárt, ezért tudva levő volt az, hogy valamit lépni kell ahhoz, hogy az egyetem biztonságos háttérrel tudjon tovább működni, tehát mi ezen múlt év ősze óta dolgoztunk, és aztán sikerült egy olyan állapotot létrehozni, és egy olyan csapatot összeállítani, helyi régióhoz tartozó oktatással foglalkozó, tehát szakmai vállalkozásokból, akik elkötelezettek a Kodolányi ügy iránt szintén, és optimizmussal néznek, vagy optimistán néznek a jövőbe, és ők kértek fel engem. Tehát ez a csapat a Pro Univerzitét Albenzis Oktatási Beruházás és Koordinációs ZRT. Ez egy nagyon-nagyon fontos, amely Székesfehérvár, olvasom itt, kis- és középvállalkozások konzorciuma. Ez fontos, hogy ilyen szinten is kötődik a városhoz ez a csapat? Legfontosabb. Nekem is személyes meggyőződésem, és a csapatnak is személyes meggyőződésem, hogy a Kodolányi Egyetem az mindig a Székesfehérvárhoz tartozó egyetem volt, és meggyőződésünk és eltökélt szándékunk, hogy az is legyen, és az is magyarodjon a jövőben. Tehát a Székesfehérvári jelenlétünket szeretnénk olyan szintre visszaépíteni, ahogy volt, és ettől függetlenül, mivel ez egy üzleti vállalkozás, nyilván van az üzleti vállalkozásnak akár egy budapesti ága ebben az esetben, vagy akár egy orosházi ága ebben az esetben, de a bázis a Székesfehérvár, és a leginkább fejlesztendő terület a Székesfehérvár. Miként fogadták az a csapat, az oktatói csapat ezt a változást? Hiszen ez egy regionális szerveződés, ami nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, hogy bizakodással és örömmel, ugyanakkor a várakozás okozta bizalmatlansággal, illetve bizonytalansággal, inkább így fogalmazok, mert hogy mint minden változás, ez is érint akár személyekre lebontva bizonyos embereket, illetve bizonyos eddig megszokott jogokat sért, visszavesz. Tehát vannak olyan változások, amik óhatatlanul bizonytalanságot okozhatnak a rendszeren belül. Igyekeztünk ennek elébe menni, és rögtön évzáróként, amikor már ezt meg lehetett tenni jogilag is, tartottunk egy összdolgozói évzáró értekezletet, ami aztán innentől kezdve újból visszatér az egyetem életébe, és évről évre meg fogjuk ezt évente rendezni, illetve lesz egy tanító értekezlet is, ahol az egész közösség összegyűlik, lehet személyesen kérdéseket feltenni erről az oldalról, mi elmondjuk azokat az információkat, amik mentén az évet lehet tervezni, tehát kialakul egy jó kommunikáció. Én azt gondolom, és azt tervezzük a tulajdonosokkal, hogy ez az év, ez rá fog menni a változás okozta bizonytalanság beállítására, kiegyenesítésére, és aztán tökéletesen fog menni minden tovább. Milyen elvek mentén állítottad össze azt a szakértői csoportot, aki segít ebben a munkában? Hiszen ez egy új történet. Abszolút. Az oktatás maga egy borzasztó nagy felelősség, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek hozzáértő szakmailag ismert és előre mutatóan gondolkodó emberek, úgyhogy van egy szakmai csapat. Ugyanakkor te említetted a menedzser szemlélet fontosságát, kifejezetten egy magán felsőoktatási intézmény esetében elengedhetetlen, hogy legyen egy olyan csapat, aki a gazdasági életben régóta jelen van, jó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, lát bizonyos gazdasági megoldásokat, gyorsan tud reagálni bizonyos új helyzetekre, úgyhogy van egy nagyon erős menedzsment szemlélettel rendelkező láb. Tehát a budapesti kampusz továbbra is azért nagy fontossággal bír, gondolom. Természetesen. És a szakok változnak-e? Illetve itt kérdezem, hogy folytatod-e a tanítást, az oktatást? Igen, ahogy mondottam, az én zenészségem az egy eleve elrendeltetett dolog, úgyhogy igényem is van rá, és
remélem, hogy a diákjaimnak is, úgyhogy nagy örömmel látom el ezt a feladatot is. És a kérdésnek a második fele... Hogy folytatod-e a munkát? Abszolút, természetesen. No, fontos kérdés, hogy milyen együttműködést terveztek a további egyetemekkel, hiszen ez azt hiszem elengedhetetlen. És itt is a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, illetve felerősítése elengedhetetlen. Ezen már erősen dolgozunk is. Egyrészt az Erasmus program kiaknázása, amire nekünk magánintézményként lehetőségünk van, nagyon nagy hangsúlyt kap továbbra is, illetve tengeren túli egyetemekkel is már felvettük a kapcsolatot. Domokos Tamás kollégám, elnök úr elkezdett már ezen dolgozni, úgyhogy nagyon-nagyon erős nemzetközi jelenlétre. Úgy fogalmazták, Gergő, hogy az egyetem erőteljesebben fókuszál a jövőben Székesfehérvárra és a megyére, hiszen itt is megvannak a speciális munkaerőigények. Ezt miként képzeljük el? Azt tapasztaljuk a munkaerőpiacon, hogy egyrészt van egy nagyon-nagyon erős munkaerőhiány, a másik oldalon pedig talán a felsőoktatásra jellemző volt az, és bizonyos helyeken jellemző a mai napig, hogy az elefántcsontoronyból szeretnék megmondani, hogy a piacnak mire van szüksége. Mi ezt megint csak magánfelsőoktatási intézményként másképp képzeljük, és mást jelez vissza számunkra a piac. Közvetlen kapcsolatunk lesz, van már nagyon sok multival a régióban működő céggel, és közvetlenül ők tudnak számunkra megrendelést adni, akár felsőoktatási képzésben, de akár felnőtt képzésben, egy-két hónapos átképzésben, tehát minden olyan, ami oktatással jár, az innentől kezdve az egyetem, de nem is feltétlenül az egyetem, hanem a tudásközpontnak a feladata, mert hogy a tudásközpontban ugye ott van a középiskola, ott van az ügyvéd középiskola, tehát minden szinten szeretnénk oktatni, és gyors reagálásra képes magánfelsőoktatási intézményként pedig meg is fogjuk azt a segítséget adni az összes vállalkozásnak, akinek munkaerőre van szüksége. Ennek tükrében, hiszen ez egy teljes egészében egy folyamat, és mondjuk 14 éves kortól egészen a diploma megszerzéséig működik, összeállt az az oktatói csapat, amely erre képes, és amely elhivatott, hogy ezt az új módszereket megvalósítsa? Teljes mértékben. Mind a középiskolának, ugye a középiskola az ország 10. legjobb magánközépiskolája lett. 2 hónapja jött ki talán az eredmény, ez egy óriási büszkeség számunkra. Fantasztikus oktatói gárdával, és az egyetemen is elmondható az, hogy minden tanszékre lebontva fantasztikusan felkészült kollégák vannak, úgyhogy ilyen szempontból nem sok dolgunk van. Említetted a speciális munkaerőigényeket, én azt hiszem, hogy ez is kiegészíti nyilván azt az alapkérdést, hogy hogyan továbbról gondoskodni kell méghozzá felelősen. Igen, és hogy miért? Igen, itt az a kérdés, hogy melyek azok a szakok, amelyek olyan értelemben fejlesztésre szorulnak, amiből, tehát ugye számtalan szak, akik beteljesíthetik azt, hogy munkaerő hiány volt és magas előképzettséget igényel. Világos, 3 olyan terület van, ahol nagyon nagy lehetőséget látunk, és nagyon jó csapat áll rendelkezésre, hogy kiszolgáljuk a piaci igényeket. Egyik nyilván az informatika, ugye nekünk 2 éve elindult az informatika képzésünk. Az informatika minden területre bekúszott már, tehát akár nem is tudok és nem is akarok semmilyen területet kiemelni. Különböző területeken az informatikát hozzáadva nagyon erős és nagyon piacképes képzéseket tudunk nyújtani. A másik a turizmus. A turizmus területe is nagyon komoly átalakulás előtt áll. Egy elképesztően jól összerakott tanszékünk van, nagyon ambíciózus és nemzetközileg elismert vezetővel, Rácz Tamarával, úgyhogy ott is akár az országos programokban megbízásokat kaptunk, és velünk együtt képzelik el ennek a területnek az átalakítását. És a harmadik terület pedig a pedagógus képzésben való valamilyen fajta részvétel. Ugye az egyetemnek, Kodolányinak az egyik legfontosabb hagyatéka az a nyelvtanárképzés, ugye azzal indult. Német, angol, francia nyelvtanárképzéssel indult az egyetem, akkor még főiskolaként a 90-es évek elején. Úgyhogy bízunk benne, hogy abba is lesz lehetőségünk visszakapcsolódni, és elsősorban itt Székesfehérváron szeretnénk ezt a területet fejleszteni. Tehát ez a jövőképe az egyetemnek. A számodra mekkora kihívás ez az új feladatkör, amely azt hiszem, hogy teljes embert kíván? Teljes embert kíván, és nagyon nagy kihívás. Hogyha nem lenne az, akkor nem is vállaltam volna el felelősen. Úgyhogy
várom a jövőt, és bízom abban, hogy úgy sikerül újból megerősíteni az egyetemet, hogy a következő 30 évben megint büszkék tudjunk rá lenni. No, hát akkor ezt kívánom, egy emberöltönyi távolság választ el bennünket a következő 30 évtől, de én bízom benne, ismerve a téged és a csapatodat, hogy ez valóban így történik. De ehhez kívánok erőt, egészséget, jó munkát, lesz dolgotok bőven, nem kétség. Ez köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Mics Gergely volt a vendégem, a Kodolányi Egyetem vezérigazgatója. Beszéltünk egy kicsit a múltról, a jelenről, de ami a legfontosabb, a jövőről, hiszen egy fantasztikus jövőképet vázoltunk fel ebben a beszélgetésben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.